Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Június 26-a a kábítószer ellenes világnap. A téma fontosságát mutatja az a megdöbbentő szám, amit az ENSZ tett közzé. A felmérések szerint mintegy 200 millió ember használ rendszeresen különféle illegális tudatmódosítószereket, és csaknem évente 200 ezeren halnak meg drogok fogyasztása miatt. Amikor röviden kérik, hogy meséljem a sztorimat, akkor azt szoktam mondani, hogy ilyen nagyon hatványozottan hátrányos helyzetű vagyok. Ez azért igaz, mert hogy voltam intézetben, örökbefogadott gyerek vagyok, csonka család, elvált szülők, tehát minden megvolt ahhoz, hogy mondjuk a pályafutás az mondjuk elmehessen negatív irányba, és na mindezekre én rádolgoztam, és akkor így lett belőlem egy ilyen extra mini pici drogos. 13-4 volt, amikor elsőnek kapcsolatba kerültem így a kábítószerekkel. Hát ugye az akkor használatos drogok, amik voltak, ugye ilyen szipóragasztó, meg mit tudom én, ilyen gázoztunk, meg füvesztünk, tehát amit akkor el lehetett érni. Én azt mondom, hogy így a 2000-es évek elején nehezebb volt hozzájutni a kábítószerhez, tehát én emlékszem arra, hogy mi egyszer elmentünk, hogy veszünk füvet, és akkor így nyakon vágtak és elzavartak minket, hogy nem. Most meg 13-4 éves klienseim simán vásárolnak kábítószert akármelyik dealernél. Az én pályafutásom az nem egy ilyen sose hallott sztori, egy ilyen tipikus drogos történet. Elkezdtem a könnyebbnek vélt, mondott kábítószerekkel, aztán belecsöppentem így a partisabb időszakba, akkor ugye mit tudom én, ecstasy, speed, tehát hogy elkezdtünk ilyeneket használni. Nekem a kokain volt az, ami így megadta azt a non plus ultrát, amit így kábítószer megadhat egy drogosnak. Tudom, hogy nehéz rá válaszolni, de amikor először vettél tudatmódosítószert a kezedbe, az miért tetted? Ez egy nagyon összetett kérdés. Ha lehetne így egy picit kiemelni, hogy ami nálam nagyon dominált, az a megfelelés volt. Olyan társaságba kerültem, ahol használtak ilyen szereket. Mivel az ember nem ismeri, azt nem lehet mondani, hogy azért csinálja, mert akarja. Tehát, hogy jó, lehet, hogy ki akarom próbálni, mert kíváncsi vagyok, de nem tudom, hogy mi fog történni. Tehát én azt gondolom, hogy nagy százalékban mindig van egy kis félelem az emberbe. Bennem is volt. Tök érdekes, mert nekem az első pár használat nem is annyira jött be. Tehát, hogy én azért rosszul voltam tőle, túlvágtam magam, tehát hogy annyira nekem nem jött be az első pár használat. Egy dologba erősítettek meg, hogy én is a brigádba tartozom. Mit jelent az, hogy rosszul voltál pontosan? Hát így az ember, mit tudom én, leveri a víz, gyorsabban ver a szíve, ezek azért annyira szokatlan dolgok, amit maximum egy kuperfutás közben érzel, hogy hú, basszus, egy kicsit pöfölgött a szívem, de az be kell szorozni 10-zel, és akkor így érzi magát az ember. Azért ez nem egy ilyen mindennapos dolog, azt gondolom. Amit viszont utána adott, azt tetszett. Érdekes, mert hogy nekem olyan, ez a kiszakadtam a való világból érzést megadta 11-12 éven keresztül, és akkor így éltem 11-12 éven keresztül kiszakadva a való világból. Szoktunk itt viccelni az ambulancián, hogy mikor kezdtem el valójában dolgozni, és akkor mindig azt szoktam, hogy közel a 30-hoz kezdtem el bármilyen fajta normális munkát végezni. Először azért ugye bűncselekményekből éltem, meg egyéb más pénzforrásokból, de hogy dolgozni én az életemben nem tudtam, nem is akartam, nem is gondoltam, hogy fogok, nem voltam egy postán soha az életemben, tehát hogy a pályafutásom vagy lezajlott, elég sok mindent megéltem, de postán soha nem voltam, bérletet soha nem vettem, tehát amit a normál emberek megcsinálnak, azt én így tényleg soha nem tudtam lezárni normálisan kapcsolatokat, és akkor valahogy így, hogy kifejlődött ezek is drogos, meg voltak az én megoldásaim, csak egyik se volt jó, nem használt soha. Ebben az élethelyzetben nincs is életkép vagy életcél? Életcél nincs, azt gondolom. Életkép van, látod magad, hogy én láttam, hogy egy nagyra az, amit csinálok. A buli van fázisban, azt gondolja az ember, hogy ez menő, meg nagyon jó. Aztán amikor elkezdődik ez a, úgy hívjuk, hogy baj van fázis, tehát amikor már kiütnek a problémák, akkor már tudjuk, hogy nem jó, meg nem menő, meg nem gangsteres, meg nem, mit tudom én, ilyen nagy okosságos, viszont addigra már késő van. Tehát addigra már olyan egyszerűen nem tudunk tenni. Hogyha megszokták tőlem kérdezni, hogy ez csak akaraterő kérdése, miért nem száll ki belőle egy drogos, és akkor azt szoktam mondani, hogy ha elviszlek mondjuk téged a Ferihegyi reptérre, és szerzünk egy repülőgépet, üljünk bele, és azt mondom neked, hogy szálljál föl, hát csak akaraterő kérdése, akkor valószínűleg az lesz a válaszod, hogy nem, hát ezt meg kell tanulni. Tehát repülőgép tanfolyam, tehát kell rá szerezni jogosítványt, és úgy lehet vele
repülni. A kábítószerről való leszokás is ugyanígy kell elképzelni, tehát ezt meg kell tanulni. És én nem tudtam róla leszokni, tehát nem tudtam nem használni. Azt már tudtam, hogy milyen használni, azzal, hogy lehet megoldani problémákat, addig a szervezetem is ugye, tehát mindenféle fajta a függőségnek minden formája bekebelezett, és addig ott voltam, hogy lehet, hogy már nem akarok használni, de nem tudok nem használni. Mi volt az a pont, amikor mégis valami megváltozott? Több kisebb dologból állt össze, de az ominózus nap az úgy nézett ki, hogy este, hát ilyen 11 óra éjfél, 1 óra, nem tudom, valahogy így lehetett az idő. 8. kerület Tömő utca, ültem egy padon, vártam az akkori díleremet, és elsétált mellettem egy ilyen, hát egy ilyen 6-7-8 főből álló fiatal brigád, akik arról beszélgettek, hogy mennek a suliba jövő héten, és akkor zárt helyét írnak, meg izét, meg egyetemisták voltak, és hogy ez, meg az, meg amaz, és ott ültem 23-24 évesen egy padon, hajléktalan drogosként, és akkor azon gondolkoztam, hogy hát én nem tudom, mit keresik itt. Tehát, hogy én itt ülök, várom azt, hogy valaki adjon már nekem egy gram kristályt, mint 1500 forintért, amit épp most vettem el valamelyik öregasszonytól a sarkon. Ők meg mennek zárt helyit írni, van egy normális életük. Nekem arról nem volt képem, ellenben valamiért vágytam rá. És akkor valahogy így jöhetett. Természetesen nem álltam le abban a pillanatban, mivel nem tudtam leállni, de valószínűleg az a lökés az kellett ahhoz, hogy egy kicsit úgy koppanjon a fejem. Ha jól számolok, akkor már kb. 10 éve voltál szerhasználó. Milyenek voltak a leszokáshoz vezető első lépések? Milyen volt az időszak? Nem, drogos nagyon sokszor le akar szokni. És azt mondja, rosszul van, és megfogadja, soha többet nem fog drogozni, úristen, történjen bármi, csak ezt éljem túl. És én is így voltam akkor a Tömő utcai sztorinál, hogy csak legyen valami, és nem fog többet drogozni. És bekerültem egy kórházba, túlvágtam magam, újra kellett éleszteni, ott elég szarú voltam, és mondták nekem az intenzíven, hogy amikor kiosztak az intenzívről, be egy gyógyászati osztályon voltam, és akkor mondták, hogy hát, hogy valószínűleg kábítószerfüggő vagyok, mert hogy mérhetetlen mennyiségű benzodiazepineket, drogot, alkoholt, minden álltak a szervezetembe, és akkor mondtam nekik, hogy nem, én nem vagyok függő. Tehát néha használok, de hát kicsit túl. És a kórházban én elkezdtem ott lopni a gyógyszereket, meg mit tudom, egy hónapig ott vegetáltam a kórházba. Ezt valószínűleg tudták, meg többször le is buktam, de valamiért segítettek. Tehát addig terelgettek, addig viseltek, addig vittek a hátukon, amíg egyszer csak azt, hogy jó, akkor elmegyek egy terápiára, teszek én egy kicsi jót nektek, hogy megmutatom, hogy nem vagyok drogos. És lekerültem egy terápiára. Nem tudom, ezt be fogjátok-e vágni, de elég vicces volt a történet, mert leérkeztünk ez Zsibriken, van egy zsákfaluba, leérkeztünk, édesanyámik vittek le kocsival, leérkeztünk, kiszálltam a kocsiból, állt velem szembe 30 meglett kábítószeres, üdvözöltek, hogy szia, odajött az egyik csávó, hogy készültem, hogy lesz valami márászkodás, odajött a csávó, és megölelt, és mondta, hogy Isten hozott itt, jó helyen vagy, szeretünk téged, és elment. És visszajöttem a kocsim, és mondtam, hogy figyelj, ez egy menjünk innen, mert ez ennyi volt ez a történet, de anyu meg egy elég erőszakos nő is ott hagyott, és ez volt a legjobb döntése. 8 hónapot voltam lent, nem egyszerű menet. Tehát nagyon sokszor fel akarod adni, nagyon sokszor azt gondolod, hogy ez ennek semmi értelme, meg jó lenne használni, hiányzik a használat. Figyelj, 5. éve vagyok felépülésbe, és még most is van olyan, hogy mit tudom én, valakivel összeveszek, és az az első gondolatom, hogy sokkal egyszerűbb lenne elmenni, aztán valamit csinálni, és akkor úgy lenyugodni, mint lenyugtatni magam. Tehát, hogy a felépülés... Na és ilyenkor mit teszel? Aha. Erre vannak az, amit tanulsz a terápián, különböző eszköz, ami mondjuk benned normális emberként simán megvan. Tehát az, hogy mondjuk valakit nem vágok pofán az első összetűzésnél. Ha mégis bennem van ez nagyon erősen, akkor vannak úgynevezett AANA közösségek, ugye ezek ilyen anonim, narkós, alkoholista, gyógyszeres közösségek, és akkor valakit fölhívok, hogy figyelj, de most úgy lenne kedvem valakit pofán vágni, de, és akkor amíg beszélünk, ugye van egy ilyen tök jó mondatunk, hogy a szánkon keresztül betegedtünk meg, és a szánkon keresztül is gyógyulunk meg, csak most beszéddel. És amíg beszélek, addig valószínűleg az idegesség az elszáll, és addig lenyugszom, és akkor megtalálom azt a megoldást, hogy ne pofán vágjam, beszéljen meg vele, valami történjen legyen. Ha most üzenhetnél a 12-13 éves akkori önmagadnak, a kisvilinek, aki először nyúl tudatmódosító szerhez, akkor mi lenne az az egy óvó mondat? Uh-huh. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én soha nem szoktam azt mondani senkinek, hogy ne drogozzon. Nagyon sok előadást tartok, mindig várják ezt a mondatot, és soha nem mondom, mert nem gondolom, hogy ez segítség. Inkább azt szoktam mondani, és azt üzenném, hogy próbálj meg minél több következményt meghallgatni. De aktuális dolgot, következményt, mi történik. Ezt nem nézik soha egyik függőse. Nem azt nem nézi, hogy aktuálisan mi történik, azt így érzi, látja, jó. Füvezni jó. A következményei nem jók. Kokainozni tök jó. A következményei nem jók. És hogy ezt nehéz
összerakni. Hát, ha nem lenne jó füvezni, meg kokainozni, meg egy csomó minden más szart csinálni, akkor nem csinálnák az emberek. Csak senki nem gondolkozik hosszú távon, és ezt üzenném talán, hogy hosszú távon gondolkozzatok. Tapasztalatcsere, évértékelés, középpontban a gyógypedagógiai rehabilitáció, a hazai fogyatékosságügy. A Velencei-tó partján Gárdonyban tartott a 47. országos szakmai konferenciáját a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. Lesz egy kis nyaktorna, lesz egy kis átmozgatás, és inkább ilyen tanácsadás jelleggel fogjuk megbeszélni, hogy hogy érdemes otthon őt fektetni. Hasznos tanácsokkal látja el éppen a szülőket a konduktor. A találkozón a baba mozgás fejlődése került a középpontba. 47. alkalommal szervezte meg háromnapos szakmai konferenciáját a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete. A különböző területeken dolgozó gyógypedagógusok összejöhetnek, tapasztalatokat cserélhetnek, jövőképet fogalmazhatnak meg, hogy a mai szóhasználattal éljek, és hát valójában ez egy tradicionális együttlét, aminek természetesen a tanévfolyamán is vannak azután egyéb más megnyilvánulásai, programjai, műhelykonferenciák, részvétel a döntéshozókkal, döntés előkészítés folyamatában való részvétel. Tehát nagyon sokféle ilyen tennivaló van. Ahogy említettem, ez a gyógypedagógiai rehabilitáció, ez a kérdéskör, ami nagyon erőteljesen kapcsolódik ennek az intézménynek is a tevékenységéhez, hiszen egy pedagógiai szakszolgálat és egy ambulancia, illetve hát a komplex ellátást biztosító intézmény is, ami ugye itt helyet kapott, ez nagyon nagy mértékben részese a rehabilitációnak. Egyrészt úgy, hogy a kisgyerekek vonatkozásában mi ezt habilitáció értelemben használjuk, egyrészt az alkalmassá tétel későbbi életszakaszokban, és a rehabilitáció az pedig egy más értelmezésben pedig a visszahelyezése azoknak, újra alkalmassá tétele azoknak, akik hát valamilyen oknál fogva, részben betegség, balesetekből adódóan érintetté váltak, és hát ehhez számos egyéb segítségre van egyébként szükségük. Tehát azt gondolom, hogy ez a helyszín önmagában véve is jelenti, és magában is hordta, amikor tematizáltuk ezt a konferenciát, hogy ebben a témakörben jöjjünk most össze. Pár mondatban még azért jellemezzük a hazánkban történő magyar gyógypedagógusoknak a munkáját, mert azért, hogyha jól értelmeztem az előbb, akkor azért egyre több a dolgok nekik a mindennapokban. Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Egyrészt látjuk azt, hogy a gyerekpopulációban nő azoknak a gyerekeknek a száma, akik speciális megsegítést igényelnek. Ez természetesen nem csak a gyógypedagógus munkájához kötődik, hanem ugye itt van mellette a fejlesztő pedagógiai segítségnyújtás. Hát ez jogszabályilag szabályozva van, hogy ki miben illetékes. Tehát itt látunk egy növekvő tendenciát, társadalmi beilleszkedési zavaroknak a növekedés, és amiket a többségi pedagógiával közösen kell egyébként megoldani ilyen vonatkozásban. Úgyhogy hát ez valóban több feladatot jelent, de másrészt pedig hát ez egy tradicionális területe, ha a köznevelés oldaláról nézem, a pedagógiának, a képzésnek is, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a gyógypedagógusok, ezek nem csak a köznevelés rendszerében, hanem a köznevelés, az egészségügy és a szociális ellátásnak a rendszerében is ott vannak, sajátos feladatokat látnak egyébként el, úgyhogy nagyon-nagyon sokféle szempont mentén kell átgondolni ezt a munkát, aminek hát aztán jogharmonizáció, egyéb szakmai feladatoknak az áttekintése is hozzá kapcsolódik, és a képzés természetesen, hogy kerüljön a pályára elegendő számú gyógypedagógus. Sajnos ez ma egy hiány szakma, amit egyrészt indukál a népesség csoportokba tartozók számának a növekedése, nyugdíjba vonulása,
tanulás, hát ez egy nagyon összetett társadalmi probléma, és az, hogy a képzőintézmények mennyit bírnak el egyébként kapacitásban, mennyire van lehetőség. Tehát, de azért van egy törekvés országosan arra, hogy minél jobb legyen ez az ellátás. A gyógypedagógusok célja egy önfelett, boldog gyermek és felnőtt kor lehetőségének a megteremtése, Kajár Ildikó szerint. A gyógypedagógus szakma általában úgy gondolják, hogy egy rendkívül önfeláldozó szakma. Én azt gondolom, hogy nagyon sok örömmel és boldogsággal végezzük a munkánkat, hiszen olyan embereken segítünk, akik valóban nagyon komoly segítségre szorulnak, és olyan biztonságot próbálunk a számukra nyújtani, ami lehetőséget teremt egy boldog gyermekkor, egy boldog felnőttkor, és általában egy többségi társadalomba való sikeres beilleszkedésre. A gyógypedagógusok, és azt gondolom az összes pedagógus a saját személyiségével dolgozik. Ez rendkívül fárasztó, lelkileg, fizikailag, pszichésen nagyon megterhelő. Elődeink nagyon jól gondolták, hogy egy tanév lezárásának az a megkoronázása, hogyha megbeszéljük, hogy mi történt egész tanévben, milyen problémák merültek föl, hiszen a gyógypedagógia általában mindenkinek a fejében egy. Közben itt 8 szakterületről beszélünk, az értelmi sérültekről, mozgássérültekről, hallássérültekről, látásfogyatékosokról. Beszélünk a csecsemőkről, beszélünk a felnőttekről, beszélünk az idősek ellátásáról. Ez mind olyan terület, ahol vannak különböző problémák, és vannak olyan alapproblémák, amelyik valamennyi szakterületet egységesen érintik. Ezeknek a kitárgyalása és összegzései tanév végén nagyon szerencsés, és ezzel a munícióval tudunk elindulni a következő tanévben. Ráadásul lehetőséget ad olyan személyes kapcsolatépítésre, olyan levezetésére az évközi feszültségnek, ami én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a pedagógus szakmában. Erre a segítségre egyre több gyermeknek van szüksége. A társadalomban az ő munkájuk nagyon fontos. És a jelentőséget pedagógusként én is úgy érzem, hogy egyre növekszik. Hogyha megvizsgáljuk, akkor csökkenő gyereklétszám mellett is egyre több ellátott van ebben a rendszerben. Talán éppen ennek a szervezetnek a munkájának az eredménye is az, hogy ezt a kormány is felismerte, hozott olyan intézkedéseket, amely a gyógypedagógus képzést egyértelműen pozitívan érintik. Ha csak ezek közül kiemelem azt, hogy 2006 előtt egyetlen olyan intézmény volt, aki gyógypedagógus végzettséget tudott kiadni, most pedig 7 van, plusz a Pető Intézet, akkor ez egy nagyon jelentős, de hogyha végzettek számát tekintjük, akkor ott is egy szinte duplájára emelkedett a számuk, ez nagyon fontosnak tartom. Az ő munkájuk az kifejezetten érdekes, mert nyilván részben egyrészt oktatási tevékenység, másrészt furcsán egészségügyi, hogy a lelket és a testet is gyógyítja, és a szociális vonatkozásai azok pedig nagyon fontosak. Itt is hallhattuk, hogy azok a családok, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, hogy milyen nagyon komoly nehézségekbe ütköznek, a legnagyobb segítségnyújtás mellett is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi büszkék lettünk arra, hogy Európában egy egyedülálló intézmény van itt a Velencei tó partján, ahol élsportolók, tömegsportolók együtt lehetnek a rehabilitációban résztvevő embertársainkkal. Szerintem ez egy nagyon jó üzenet. A konferencián a szakmai előadások, gyakorlatok kerülnek a középpontba. Bemutatkoznak gyógypedagógusok, pszichológusok, de egyebek mellett védőnök és szakorvosok is. Az esemény lehetőséget biztosít, hogy a társszakmák képviselői közösen tekintsék át lehetőségeiket, bemutassák újabb eredményeiket, elképzeléseiket. A program alkalmával megemlékeztek Göllesz Viktorról, halálának 20. évfordulója alkalmából, aki a hazai fogyatékosság ügye a gyógypedagógiai rehabilitáció nagymúltú képviselője, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének életre hívója. A nyári szünet ideje alatt több családnál is problémát jelent a gyerkőcök elhelyezése. Amikor már sem a táborok, sem a nagyszülők nem jelentenek megoldást, van, hogy egyedül marad otthon a csemete. Ilyenkor viszont vannak olyan szempontok, amiket mindenképpen szem előtt kell tartani.
önfelett tánc és szórakozás a lakásban. A gyerkőcök jó esetben így töltik az időt, amikor szüleik egyedül hagyják őket otthon. Nyáron örök kérdés, hogy a nyári szünetet hol töltse a csemete. Egy-egy hetet a táborokkal és a nagyszülők segítségével át tudnak vészelni a szülők, de bizony megeshet, hogy a gyerkőc egyedül marad otthon egy kis időre. Nem mindegy, persze hány éves és milyen mentalitású gyermekről van szó. Egei Tíme a pszichológus szerint nincs konkrét kor a gyermekek életében, amikor már biztonsággal otthon hagyhatjuk őket. Ez inkább a fejlettségi szinttől függ, ami minden gyermeknél más az éppen adott korszakban. Nincs egy olyan pontosan meghatározott határ, amikor azt mondjuk, hogy ez fölött vagy ez alatt biztonságos vagy nem biztonságos a gyermeket otthon hagyni. Ez gyerekfüggő. Igazándiból minden gyerek máskor éri el azt az érettségi szintet igazándiból, amikor azt lehet mondani, hogy én megbízom benne, és nem csak benne bízom meg, hanem már elég önellátó, meg elég érett ahhoz, hogy egy egész délelőtt, vagy akár egy egész napot otthon lehessen egyedül hagyni. Hát 10 éves kor alatt semmiképpen nem javasolnám, annak ellenére, hogy én mondjuk 6 évesen már kulcsos gyerek voltam, de azért ez egy nagyon más kor volt. Sokkal másképp éltük meg a nyári vakációkat is, nem éreztük magunkat magunkra hagyva, azért tömbházban laktunk, mindig volt egy Rózsika néni vagy egy Julcsika néni, aki ránk nézett, vagy aki egy kicsit is besegített anyunak, apunak. Én nem azt mondom, hogy ma már nem akadhat valaki, egy kedves szomszéd, vagy aki nem figyel oda a gyerekre, de ha csak belegondol abba, hogy egy mai gyereknek, egy 12 éves gyereknek hány programja van iskola után, például hány felé viszik, hurcolják a szülei edzésre, magánórára, ide-oda, akkor most, hogy jött a nyári szünet, egyrészt a szülők meg vannak lőve, másrészt pedig nagyon sokszor a gyerek nem olyan önálló, mint amilyen régen volt. Tehát, hogy én nagyon sokszor azt látom, hogy még 15-16 éves gyerekeket is visznek reggel a szüleik iskolába. Értem, hogy autóval sokkal kényelmesebb, csak a kérdés az, hogy valóban eléri a gyerek. Ezzel pontosan azt érjük el, amit szeretnénk elérni. Tehát, hogy végül is röviden próbáljak válaszolni a kérdésére, igazándiból nincs olyan kor, amire azt mondjuk, hogy innentől kezdve. Nagyjából 10 éves kora körül éri el a gyerek azt a fejlettségi szintet, a kogníciójának, azt a fejlődését, amikor már képes más szempontjait figyelembe venni, addig meglehetősen egocentrikusan fejlődnek ők, és ez az élet, meg ez a fejlődésnek a rendje. Tehát egy 10 éves gyereknek már lehet mondani azt, hogy ezt is figyelembe kell venni, és ezért meg ezért, de az egyáltalán nem biztos, hogy ő abban a fejlődési szakaszban van, hogy nyugodt szívvel otthon hagyja a szülő. Megsínli-e a gyerek akkor ezek szerint azt, hogy otthon hagyjuk, és természetesen gondolok itt a lelki vagy a mentális, pszichés dolgokra, nem a fizikális. Én azt gondolom, hogy elvileg nem, hiszen nem magára hagyásról van szó, azt nyilván megviselne egy gyereket, vagy egy kisgyereket, és annyira kisgyereket azért nem szoktak magukra hagyni a szülők, én nem gondolom, hogy különösebben megviseli, sőt, ha kamaszodik, akkor még örül is a jól jött egyedül létnek, vagy ha végre büntetlenül magára csukhatja a szobájának az ajtaját. Én nem tudok arról, én még nem találkoztam a szakmámban ilyen kisgyerekkel, és nem hiszem, hogy a kollégáim se, akinek ettől lett volna bármilyen pszichés problémája, a nyári vakációban egy kicsit egyedül kellett lennie. De mondom, nyilván nem mindegy, hogy hány éves gyerekekről van szó. Itt ugye elhangzott a bizalom, ami talán a legfontosabb kulcs szava ennek a témának. Mi az, amire figyeljen ilyenkor egy szülő, egy édesanyja, egy édesapa, vagy éppen a nagymama, amikor annak kapcsán dönt, hogy a gyermeket otthon hagyja? Tehát milyen szempontokat kell figyelembe venni, ha már a bizalomról van szó? Szóval egyáltalán honnan tudja már a szülő, hogy megbízhat-e, vagy ez tényleg csak az ösztönei, amiben bízhat? Hát minden szülő ismeri a saját gyerekét, és nyilván fogom tudni a sajátomról, hogy 10 évesen mennyire kajla vagy nem kajla. Nem is a megbízhatóságról van szó, mert persze megbízik az ember a saját gyerekében, csak mindig adódhat egy olyan dolog, amivel a gyerek nem biztos, hogy meg tud küzdeni. Tehát az én gyerekem 14 éves, és mégis előfordult, hogy nyitva hagyta a bejárati ajtót. Beriasztózott, csak a bejárati ajtót nem zárta be. Tehát, hogy, és ez nem hiszem, hogy bizalom kérdése, mert én meg maximálisan megbízom benne, egyszerűen kamasz, szétszórt, úgyhogy szerintem ez nem bizalom kérdése. Minden szülőnek ismerni kell a gyerekét, hogy mi az, amit rábízhat adott korban. Ugye 2-3 évesen együtt pakolunk el vele, aztán egy kicsit segít a főzésben panírozni, vagy egy kicsit segít a mosogatásban, vagy mikor, miben. És akkor meglátjuk, hogy mikor van az a kor, amikor már abban kell tudnia nekem segíteni, hogy egy pár órát elmarad egyedül biztonságban otthon.
Egyébként én azt gondolom, hogy nincs olyan szülő, aki ezt ne gyomorgörcsel, vagy nyugodt szívvel tenni, akárhány éves is az a gyerek, hiszen gondoljon bele, hogy amikor egy 20 évest engedünk el fesztiválokra, akkor is az embernek így áll a gyomra, tetszik, nem tetszik, amíg be nem jelentkezik, vagy amíg haza nem jön az összes szennyes ruhájával együtt, hogy na oké, megérkeztél itthon, vagy végre ismét a szárnyaim alatt, és most akkor minden rendben. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és tényleg nincsen rá egy adott jó válasz, nincs rá recept. A szakember hozzátette, a fő cél, hogy a szülő és a gyermek között kialakuljon egy olyan bizalmi kapcsolat, amely lehetővé teszi azt, hogy biztonsággal hagyhassuk otthon őket. A gyerekesek véleménye megosztik a témával kapcsolatban. Nagyon sok mindentől függ, a gyerek érettségétől, hogy milyen szakaszban van éppen a fejlődésében. Azt gondolom, hogy alapvetően inkább felnőttel kell otthon hagyni a gyereket, tehát gyerekre gyereket nem bízunk, mert a gyereknek nem a gyereknevelés a feladata. Tapasztalatom szerint ilyen 13-14 éves kor az, amikor már azért bátran otthon lehet őket hagyni. Én a fiatalabb korosztályt nem szívesen hagynám otthon, ők még azért nagyon kajlák, tehát nem fognak tudni úgy tolerálni dolgokat se egymással szembe, se ha egyedül van a gyermek, hogy az biztonságban otthon érezhessék magukat, szintén a felnőttek, hogy otthon hagyják őket. Minden gyereknek felügyeletre van szüksége. Hát ez lehet 12 éves korig, 14, de sokszor még akkor is kell. Nekem ez a véleményem. Nyáron nagy riadalmat okozhat az is, ha a gyermek a kiránduláson a strandon tűnik el. Ilyen esetekben célra vezető lehet, ha a szülő és a gyermek mindig megbeszélik, hol találkozzanak akkor, ha nem találják egymást, vagy ha a gyermek megjegyzi a szülő telefonszámát. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!